A Sikerkapujában a hazai agrárium lehetőségei a nemzetközi piacokon címmel indított közös rendezvénysorozatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT. A roadshow első állomását Sümegen tartották. A magyar mezőgazdaság történelmi rekordot ért el az elmúlt években, hiszen 40%-kal nőtt a magyar mezőgazdaság kibocsátása. Egyre nagyobb lett a termelés, egyre jobb minőségben tudunk a piacon megjelenni, és folytatódnia kell ennek a tendenciának. A célunk az, hogy minél többet, minél jobb minőségben tudjunk az asztalra tenni. Ehhez az is kell, hogy az agrárkormányzás jelenlegi vonala maradjon, hiszen mi arra törekszünk, hogy egy megbízható környezetet adjunk a gazdák számára. Kiszámíthatóak legyenek az agrártámogatások és a jogi szabályok is. Kell hozzá az, hogy az uniós agrártámogatásokat igénybe tudjuk venni. Itt a magyar agrárdiplomácia komoly sikereket aratott a uniós elnökség idején, hiszen 20%-kal nőtt az agrártámogatásoknak a szintje. Így a versenyképességünk, a versenytársainkkal való összemérésben az javult az elmúlt időszakban, megtakarításokat is sikerült felhalmozni a magyar mezőgazdaságnak. Az Európai Unió az egy 500 milliós piac, és ennek az 500 milliós piacnak több mint a 20% az itt Közép-Európában található, tehát Csehországgal, Ausztriával és Lengyelországgal együtt a Kárpát-medence az bizony 108 milliós piacot jelent. És mi ennek a piacnak a kellős közepén vagyunk, magyarok, a magyar nemzetiségűek ugye határainkon kívül körülöttünk. Úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen pozícionálni kell magunkat, és hát az export fejlesztés és a tőkekivitel területén igen komoly reményeink lehetnek. Ezen a rendezvényen egyébként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával nincs másról szó, mint hogy szeretnénk az export áróalapot az egész országban feltérképezni és megtalálni azokat az agráriumban és élelmiszeriparban dolgozó KKV-kat, akiket kivihetnénk exportőrként. Fontosnak gondoljuk, hogy a termelők tudjanak közvetlen kapcsolatba kerülni a fogyasztókkal, és ez a fogyasztóknak legalább olyan fontos. Szoktuk mondani, hogy a legjobb minőségi garancia az, amikor a termelő a termék emellé a saját arcát is adja a fogyasztónak, ezáltal egy komoly minőségi garanciát is vállal ezzel. Ugyanakkor tisztán vagyunk azzal, hogy a mezőgazdaság egy erősen exportfüggő ágazat, nagyon sok termék nem a magyar piacon találja meg a végső fogyasztót, ezért fontos, hogy foglalkozzunk azokkal a termelőinkkel is, azokkal a feldolgozóinkkal is, akik a határon túllépve próbálnak értékesíteni. Itt egy nagyon élénk kapcsolat kezd kibontakozni a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal. Egy konferencia sorozat első lépésén vagyunk túl, amivel az a célunk, hogy azokat a kisközepes vállalkozásokat is az export irányába tereljük, akik pillanatnyilag talán még nem is gondolnak arra, hogy számukra ez egy reális lehetőség, és azoknak a nagyobb volumenben előállító tagjainknak pedig kívánjuk bővíteni a lehetőségeiket, akik adott esetben már most is az exportpiacon vannak. Igyekszünk a külföldről érkező megkereséseket valamilyen formában rendszerezni, és azokat a tagság számára átadni, ezzel is aktívan segíteni azt, hogy a kereslet megtalálja a kínálatot, segíteni a saját tagjaink számára, hogy ők is eredmények tudjanak lenni. Az elkövetkező évek legnagyobb feladata az, hogy az egyes termékpályák mentén minél nagyobb legyen a szervezettség, a kiesett kapacitásokat, feldolgozó kapacitásokat pótoljuk, és minél nagyobb mennyiségben késztermékeket, feldolgozott termékeket juttassunk el a piacokra. A magyar termékek részarányát növelni kell a belső piacon is, ez a kézműves termékekre, prémium termékekre, hungarikumokra kell nagy hangsúlyt fektetnünk, arra, hogy minél több az adott termőtájhoz, termőhelyhez kötődő élelmiszerünk legyen. A pálinka kiválóságok, bor kiválóságok, a különböző védjegyekkel ellátott termékek ebbe az irányba mutatnak. Egyfajta magyar minőségnek kell megjelennie a piacokon. És ezáltal tudjuk elérni azt, hogy a magyar vidék az még több embernek nyújt megélhetést. Az elmúlt 4 év alatt mintegy 20%-kal nőtt a mezőgazdaságból élők aránya Magyarországon. Nőtt a kis termelők száma, megduplázódtak. Ez a agrárpolitikának egy olyan iránya, amelyet folytatnunk szükséges, és erre a kormányzati szándék megvan.